Szakmai igazgatóként a korábbi 247-szeres válogatott klasszis Császár Gábor vette át a nyáron a Cegléd kézilabda szakosztályának irányítását. A szakember az NB1-be frissen feljutó felnőtt férfi csapat mellett a helyi utánpótlásért is felel, így nem csoda, hogy nagy tervekkel kezdett bele az új feladatba. Ez egy nagyon hosszú folyamat, én azt gondolom, aminek az elején vagyunk, és amiben én belecsöppentem, hiszen nagyon gyorsan ledarálva, most tűnik úgy, hogy kiegyenesedett a klub az elmúlt évek nehézségei után, és most lehet talán elkezdeni építkezni is. Ez az építkezés, ez nyilvánvalóan egy alapvető bázis az utánpótlás, és itt rengeteg gyerek tartozik a klubhoz, rengeteg gyereket foglalkoztat, és hát mi nekünk az a tervünk, hogy még többen legyenek. Nagyon népszerű itt a kézlabda, és ehhez úgy néz ki, hogy elkészül nem sokára az új sportcsarnok, ami több lehetőséget ad majd a kézlabdának is, meg a többi sportnak is nyilvánvalóan, hogy két terem lesz egymás mellett, és így két edzés is mehet egymással egy időben. Ez nagyon nagy előny lesz, nagyon várjuk már, a játékosok, a felnőttek is, szerintem a fiatalok is nagyon várják, hogy be tudjunk költözni. És amúgy a képzésben meg nyilván ez ketté kell választani, mert a gyerekeknél, az utánpótlásnál az a legfontosabb, hogy embereket, jó embereket neveljünk, és mellette olyan játékosokat, akiket esetleg majd később lehet építeni, akik majd életre valók lesznek. Nálunk is edzenek egy párat, nagyon büszkék vagyunk rájuk, nagyon fényes jövő állhat előttük, de hát nyilván ez erről még korai beszélni. Nem szabad szerintem agyon nyomni se ezeket a fiatal srácokat. Hadd élvezzék a kézlabdát, hadd bontakozzanak ki, hadd bontakozzon ki a tehetségük, mert ahogy láthatjuk a profi sportnál óriási alázat kell és óriási munka, úgyhogy kíváncsian várom, hogy majd mi lehet belőlük majdnem sokára. A legígéretesebb saját nevelésű játékosok közül ketten jelenleg is a Nagy Károly vezette első csapattal készülhetnek. Nagyon meglepődtem, amikor tavaly megkaptam ezt a kérést, hogy játszhatok a ceglédi felnőttbe. Ugye 16 évesen még nem vagyok maradva azért itt a többiektől, de próbálok dolgozok, hogy a következő években fel tudjam velük venni a versenyt. Nagyon érzem magam, hogy nagyon sokat tudtam fejlődni például tavaly óta, ahhoz képest, hogy utánpótlás meccseken mennyi gólt dobtam akkor és mennyit most. 7 éves korom óta Cegléden játszok, és itt is szerettem volna a felnőttbe feljutni. Nagyon nagy motiváció volt számomra, hogy felkerülhettem, és itt gyakorolhatok a felnőtt csapattal. Én úgy érzem, hogy nagyon sok mindenben tudtam fejlődni. Védekezésben, támadásban, mindenben. A fiatalok a hétköznapokban a korábbi kiváló irányítótól is sokat elleshetnek az edzéseken. Sok tanácsot kaptam tőle. A posztommal kapcsolatban, hogy mikor, mit, hogy kéne. Igazából taktikailag is kaptam tőle tanácsot. Én úgy érzem, hogy rengeteget tudtam fejlődni ezeken az edzéseken, és ezt tudtam hasznosítani az utánpótlás meccseimben is. Császár Gábor tisztában van vele, nagy fába vágta a fejszéjét, ugyanakkor türelmesen, hosszú távon építkezne új állomás helyén. Most nem kell ezt szépíteni, jelen pillanatban mi vagyunk az egyik esélyesei arra, hogy kiessünk az NB1-ből. Azt gondolom, hogy ezzel a csapattal az NB1-B-t azért meg lehetne csípni, szóval ez mindig nehéz minden klubnak az életében, hogy ilyenkor még nem is kap annyi támogatást, ha feljut az NB1-be. Nehéz időszak, mert ilyenkor lenne a legnagyobb szükség arra, hogy stabilizálja a csapat, a klubba helyzetét, de közben meg egy lehetőséget adhat arra, és nálam ez nem volt kérdés, hogy fiatalokat építsünk be. Mi hosszú távon gondolkodunk, a felnőtt csapat esetében mi 3 évről álmodozunk, hogy a 3. évre stabilabbak legyünk, és erre a fiatalok nagyon jó alapot tudnak jelenteni, és hát itt edzenek most is a mögöttem. Látszik, hogy még sokat kell tanulniuk, elképesztő hosszú út vár még rájuk, de az alapok azok ott vannak. Én nagyon szívesen nyúlok utánpótlás ügyes, tehetséges játékosokhoz. Nyilván mi is szeretnénk nyerni, racionálisan kell ezt azért ezeket a döntéseket meghozni, viszont ővéké a jövő, rájuk lehet építeni.